Józsi nyughatatlan természetű fejlesztő horgászként ismertelek meg, és most is egy újdonság van a kezedben, egy igazi kreatív angol csali. Mi ez? Ez egy természetes alapokon nyugvó csali imitáció, amely azért is ezer arcú, mert tulajdonképpen tőlünk függ az, hogy ezt mekkora méretűre készítjük el, milyen aromával, tehát tulajdonképpen szinte minden horgászmódszernél alkalmazható. Mert hogy ezt én készítem el? Igen, tulajdonképpen megérkezik hozzád egy ilyen kis zacskó, választasz hozzá egy attraktort, ez több száz ízben létezik, bármilyen íz, ami van, az felhasználható vele. Egyszerűen rá kell önteni a bizonyos mennyiséget, ezt nyilván te szabályozod, a mennyiségtől függ majd ennek a mérete. Tehát, hogyha a meccsbotos horgászatra akarod használni, akkor nyilván kevesebb attraktort öntesz rá, amennyiben pedig akár féderkosárba, vagy PVA-állóba akarod rakni, vagy bojli mellé esetleg feltűzni, akkor egy kicsit többet, és akkor nagyobbra fog ezt megtudni. Légy szíves, állítsd össze, illetve mutasd meg nekünk, hogy működik. Előkészítettem neked már néhány ízt és színt. Az, hogy milyen színű vagy ízű legyen, ez csak és kizárólag rajtunk múlik. Elsősorban a ponthorgászakra gondolunk itt, vagy minden alatt meg lehet? Nem, tulajdonképpen nem olyan régen fogtam ezzel a zöld színű kagylós egy harcsát. Tehát akár még a ragadozó is el. Ragadozó is szóba jöhet nyilván, mert ugye a 95%-ban attraktor tartalmaz, és ez annyira koncentrált, hogy nyilván az iszabba is oda vonza a halat. Készítsd el, én pedig akkor közben elkezdem sorolni a szempontokat, amiért az jó lehet annak alapján, amit én eddig tőled hallottam. Tehát először is a horgász az megválaszthatja a színét, megválaszthatja a méretét, az ízét, aromáját. Tehát kiöntjük ebbe a kis keverőtálba az összes ikránkat, és erre tulajdonképpen akár vízalapú, akár pedig glicerit alapú attraktort önthetünk. Ez egy vörös gyümölcsös jellegű attraktor, aminek az az érdekessége, hogy egy kevés olajat is tartalmaz. Ha apróbb csalit akarunk, egy ilyen 30 ml-ről van szó, és hát nyilván, hogyha nagyobbat, tehát a nagyobb az azt jelenti, hogy ilyen 15 mm-esre akarjuk duzzasztani csalit, akkor egy ilyen 80-100 ml. Belerakjuk a kis keverőtálunkba, egyszerűen összerázzuk, és ez azonnal dolgozni kezd. Adok neked egy horgot, légy szíves, csalizz egyet, én viszont nem bírom ki, hogy ne szúrjak ki egyet. Megpróbálom teljesen tönkretenni. Közben én annyit mutatnék neked, hogy ezen körülbelül 20 ml-nyi attraktor van, tehát tulajdonképpen ezek ilyen kisméretűek, amiket egész nyugodtan fel tudok fűzni az én kis horgomra, 2-3-at. És ahogy bekerül a vízbe, ugye ahogy az előbb mondtuk, ez azonnal reakcióba lép, és további vizet fog magába szívni, ami annyit fog jelenteni, hogy a mi kis horgunk teljesen el fog tűnni. De tulajdonképpen a hal semmit nem fog látni a horogból, csak ezeket a kis golyócsokat. Bevágásnál viszont simán átüti a horog. Természetesen, simán fel tudtam fűzni. 15 és 20 mm közötti méretig fog megnőni, tehát onnantól kezdve nem nő, mert nyilván egy nagy labda lenne, és ahogy a vizet magába szívja, úgy az attraktort engedi ki magából. Fel is fűztem. Ameddig a csalin kifejti a hatását itt a vízben, azért mutassunk egy másik trükköt is. Hát először igazából annyit szeretnék kérni, hogy ebbe egy pár darabot öntsél bele, hogy horog nélkül is lássuk, hogy ez hogy viselkedik. Igazából, ahogy az előbb említettem, iszabban is rendkívül jól használható, mivel ezt soha nem fog belesüllyedni az iszabban. Említetted az ízeket, hogy tulajdonképpen a variációs lehetőségeknek óriási tárháza van. Az előbb olvasgattam ezeket a attraktorokat, és különböző típusként jelöli őket, tehát van A típusú, B, C, D, tehát megkülönbözteti a halas ízeket a gyümölcsöstől, az édestől, és ezen belül milliónyi válfaja van, akár egy fűszeresnek is, ugye itt a fokhagymától kezdve mindenféle csilis, paprikás, jóformán megzavarodik a horgász is. Tehát ebből a glicerit alapúból 30 fél áll a horgászok rendelkezésére. Ez a Sagjuice nevű attraktor, ez egy ilyen fél éves előkészítő, érlelő munka után kerül bele ebbe a kis flakonba, és úgy önthetjük rá. A másik, amit ráöntöttünk, ez egy víz alapú, igazából egy Daylight Fusion nevű attraktor, aminek az a különlegesége, hogy egy kevés olajat is tartalmaz. A horgászoknak állandó kérdése az, hogy PVA biztos-e a csali, illetve az etetőanyag, vagy sem? Igen, ugye itt kicsit ellentétbe keveredhetünk azáltal, hogy azt mondtam, hogy ez például egy vízalapú attraktor, és hát ugye itt van egy PVA hálónk. Na most, mivel ezek a kis szemek, ezek a teljes vízmennyiséget magába szívják, tehát tulajdonképpen nem marad a külső felületükön víz, ezért nyugodtan tudjuk PVA hálóba is használni. Pakoljunk ezt bele egy párat, meg is mutatnám, jó? Tehát tulajdonképpen ugye itt látszik, hogy ez egy vizes aromával van. Teszek bele ebből is. Duzzasztva. Sőt, még ebből is. Ezt be lehet tenni a horog mellé, lehet búja mellé szórni, bárhova. Igen, tulajdonképpen az a tapasztalat, hogy akár iszapos helyen, akár kemény talajon megjelenik a hal, és elkezd túrni, és előbb-utóbb meg fogja találni a csalinkat.